A kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság újraindításával új fejezet nyílik a magyar-román kapcsolatokban. Ezt Tijártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki, miután román kollégájával, Bogdan Aurescuval írt alá több kétoldalú megállapodást a gyulai almási kastélyban. Bogdan Aurescu külügyminisztert fogadta ma a gyulai almási kastélyban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. A találkozón a két politikus aláírta a 2004-es és 2014-es Bukarestben kelt megállapodás módosításáról szóló egyezményt, amelyek szerint javítják a határátlépés gyorsaságát, és így az egymáshoz egyébként közelfekvő településekre könnyebb lesz eljutni. Nagyon fontosnak tartjuk az összeköttetéseket a két ország között. Közös érdekünk, hogy a határátlépés gyorsasága javuljon, minél több átkelő legyen a határunkon, minél kisebb kerülőket kelljen tenni, és végre megszabaduljunk azoktól a méltatlan helyzetektől, hogy egymástól 4-5 kilométerre lévő településeken, ha barátok, családtagok, üzleti partnerek meg akarják látogatni egymást, akkor 50 kilométert kell menniük. Várhatóan ősztől az eddigi 12 helyett 14 állandó átkelő lesz a magyar-román határszakaszon. Az újak Elek, Otlaka és Domboegyház Kisvarjas között lesznek, ismertette Szijjártó. Kiemelte, 2024-től létrejön a harmadik autópálya kapcsolat a két ország között, a Mátészalka Csenger-Szatmár-Németi útvonalon, és 2024-re befejezik a Békéscsaba és az országhatár közötti vasútvonal korszerűsítését, így a vasúti forgalom Budapest-Bukarest-Konstanca között végig két vágányon haladhat. A sajtótájékoztatón a román külügyminiszter elmondta, gazdasági szempontból nagyon fontos a két ország közötti kapcsolat, ám a befektetések terén Romániának fel kell zárkóznia. Avem schimburi anul trecut în 2020 în ciuda pandemiei. 2020-ban a koronavírus ellenére 9 milliárd euró volt a kereskedelmi kapcsolataink értéke. Ez mutatja, hogy mennyire fontos ez a kapcsolat. Ugyanakkor a beruházások területén van még tennivaló, hiszen a román beruházások Magyarország területén jóval elmaradnak ahhoz képest, amit Magyarország hozott Romániába. Elismerte, a magyar fél pénzügyi támogatást nyújt a román nyelvű oktatásnak, a Magyarországon élő román kisebbség számára biztosítja a nyelvhasználati jogokat, segíti a román nyelvű kiadványok és művészeti alakulatok működését, továbbá Budapesten helyet biztosít egy ortodox templom építéséhez is. A politikusok hangsúlyozták, az előző év kihívásai rávilágítottak a nemzetközi együttműködés, a jó szomszédi kapcsolatok jelentőségére.